Jövök, nyitok. Szevasz, Peti. Norbikám. Itt a táskám, barátom. Szevasz. Amikor az ember bajba kerül, és mindent elveszik, egészség, szeretet, pénz, a Szent Háromság, ugye, az ember életében, férfi életében, akkor mi marad? A hit. De hányban volt a legkevesebb pénzed, amikor úgy érezted, hogy szegény vagy? Tavaly. Tényleg tavaly? Hát a tavaly az eléggé. Pucoltam magam. Csak a cégbe az összes pénzem beletöltem, hogy kitövjem a sok lyukat, ami benne volt. Az intenzív osztályon egyébként olyan kétszer-háromszor állt meg a szívem, és a gép defibrillált. És többször éreztem azt, hogy a szívem fibrillál, megáll. Elkezdek süllyedni, plafon kinyílik, megyek a fény felé, utolsó gondolatom Réka volt, és azt kértem az Istentől, hogy rá jó Istenem, akármilyen tróger vagyok, bocsáss meg összes bűnömet, és engedj vissza. Nem akartam ezt a fájdalmat átadni Rékának. Három nyeke magára, hogy nem akartam őt. És visszajöttem. Az első feleségedről miért nem beszél soha? Mert hogy ez nem a Réka volt. Privát szférája van. Civil teljesen? Civil teljesen, normális civil. Egyébként aerobikozik, táncpanált, tök ügyes. Szép nő. De nem passzoltunk össze. Ez igazság. Mennyi ideig voltatok együtt? Két évig jártunk, és három hónapot voltunk házasok. Mi? Egy hónap után elköltöztem otthonra. De akkor jött a Réka? Nem, de hogy is? Akkor jött a siker. Ma nem hívő vagyok, hanem megtapasztalt. Tehát, tudod, a hívő az a pap, meg hívő, aki imádkozik. Én Istenben nem hiszek, nem tudom, hogy van. Találkoztál vele? Beköltözve Hajdú Péterhez. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.